Sziasztok, én Markó Sándor vagyok, és elérkeztünk a legújabb videóhoz. Itt van velem Rebeka, édesanyja és nagymama. Jó, ez az! Úton vagyunk már Keresztapáékhoz, Boltinak ma van a szülinapja. Itt vannak nálam a kis ajándékok. Hatalmas gyurma mennyiséget kap. Édesanyától kinetikus homokot, úgyhogy azt hiszem, hogy megvan a mai program. Egy célom van, de az a legfontosabb, szeretnék egy képet készíteni Botival, amihez nem kevés megvesztegetésre lesz szükség, de úgy érzem, hogy jó alapokkal indulok, aztán majd kiderül, hogy mi sikerül. Másik oldal. Ezt tudod mi? Úgy hívják, hogy kinetikus homok. És hogyha Évike ezt megfogja, akkor én kibontom. The next day. És jobban nézünk ki, az megvan, hogy hát igen, így most már végre jó képű vagyok. Új kamera, új én. Bence spoilere után nem hiszitek el, mi történt velem ma. Vettem új kamerát, úgyhogy sziasztok, ti itt teljesen újak vagytok. Rebeka hívott engem, miután megvette a kameráját, hogy Bence, baj van. És kérdem, mi van, szívem? Azt mondja, hogy félreállt az emberek mellől, hogy ne lássák egyébként a kasszától, de kifizet a kamerát, és a bankkártyája, mint a Szűz Mária szentképe, elkezdett izzadni, vagy hát a könnyek estek belőle. Ez történt, és Rebeka is elkezdett sírni, és ezért. Jó, hát most gyerekek, meg tudjátok nézni, hogy mennyibe kerül egy kamera. Egyik napról a másikra nem örültem neki, hogy valamire kellett ennyit költenem, amire nem akartam, mert volt. Lényeg a lényegben, megvan a kamcsi, most már tudok nektek megint vlogolni, nincs eltörve, nincs lepattamva, nincs, nem tudom, hogy micsoda. Szóval, a mai napon Rebeka haza fog menni vásárhelyre, villámkirándulás, ugyanis vérvételem lesz holnap reggel, éjgyomros, mindenes, erről majd később beszélek nektek, viszont előtte még egy csomó dolog van, amit el kell intézni. Megyünk boltba, most megyünk bankba, aztán megyünk Bauhausba, megyünk csempét nézni, igyekszünk nem a legdrágábbat kiválasztani, ha bár van rá hajlamunk, ezt azért. Igen, az a baj, hogy teljes fürdőszoba felújítást hajtok végre, ma hajtunk, bocsánat. Felmértük, megnéztük. Fán! 6-0 végén is nem egyesre kezdődik, hogy a franc megegye, de szép lesz. Amúgy minimálba próbálkozunk, tehát. Igen, tehát ahhoz képest, hogy, és nem flexelésből, tehát kezem a szívemet. Tavaly kinéztem egy WC-t. 600 000 forint. Isten, ezt akkor is megmondtam neki, hogy teljesen. Jó, nem veszem meg, csak volt egy WC 600 000 forintért. Olyan volt, hogy nyilván a telefonoddal mész a WC-re, beállítatod a profilodat, és hogy közelítesz a WC fele, az felnyílik, meg ilyeneket tudod. Meg világítást, hogy ne kelljen lámpát kapcsolnod, érted, mert ez tök logikus. Na mindegy. De hát én teljesen az egy okos japán budi lett volna, nem lesz ilyenünk, hogyha bárkit érdekel. Legalábbis ebben a házban biztos, hogy nem. Nyilván voltam a West Endbe tekintve, vagy ott vettem a kamerát is. Ezen kívül elmentem a Talliba. A Talliba vettem egy csomó király ruhát, mert vettem, tudjátok, bocsánat, hogy itt piszkálom a szemem folyamatosan, valamilyen nagyon piszket, meg van benne valami. Szóval, hogy minden hónapban hozhatok el pár ruhát, és az az igazság, hogy nagyon király dolgokat találtam az új kollekcióba. Úgyhogy azokat szeretném nektek minél hamarabb megmutatni, amúgy egy új szemcsit is hoztam, ez is onnan van. Elhoztam egy nyakláncot is, úristen, 3 darabban egybe, és minél hamarabb megpróbálom nektek megmutatni. Ilyen nagyon király. Majd mutatok még nektek pár dolgot, hogy miket hoztam, viszont most már elköszönök, mert úgy néz ki, hogy ez sokkal hosszabb lesz, mint kellene. Figyelj! Slosed! Hát slosed! Jelentkezünk mindjárt. 1 hour later. Kinéztük a csempét, azt. Kinéztük a csempét, nem szálltunk az ára. Azt, amiből nincsen jelenleg, de elvileg érkezik már. Ilyen márvány mintás, Bence. Hiszen már. Másnak a barátja is ilyen agresszíven nyomja a gázt meg a féket. Alig léptem oda neki,
olyan erővel tudja nyomkodni a gázt meg a féket, hogy rendesen hány ingerem lesz menet közben, úgy, hogy nekem nem szokott. Egyedül Dezső Bence tudja belőlem kihozni, úgyhogy... De szép lesz a fürdő. De szép lesz a fürdő. Csadé. Csak jöjjön meg a csempe. One eternity later. Ez egy hihetetlen teljesítmény, hazaértem. 10, fantasztikus világítás. Hosszú út volt, de elpartizgattam magamba. Úgyhogy minden király. Szerintem bemegyek, fürdök, beszélgetek picit édesanyával, aztán alszom, mert egyébként egészen fáradt vagyok. Utána reggel 8 óra 15-re mehetek a dokihoz vért levenni. Úgyhogy ennél bénább mozdulatot nem is tudtam volna csinálni. Jó reggelt! Felkeltem, felöltöztem, bekentem az arcom, és indulhatunk vérvételre. 8.15-re kell mennem, és mindjárt 8.15 van. Kicsit haladni kell, maszkot fel. Menjünk! Megjöttem, megyek be. Most mosolygok, amúgy. Elfelejtettem, hogy nem jelentkeztem be, miután végeztem vérvételen. Igazából voltam bent édesanyámnál, bocsi, csak közben a fülesemet próbálnám megkeresni, teljesen eltűnt. Voltam bent édesanyámnál, aztán elmentem kaját venni, voltam műkörmösboltba, és most ott tartok, hogy igazából majdnem 2 órája el akartam már indulni haza. Nem sikerült, de most beviszem ezt a kulcsot anyukának, utána indulok haza. Fun fact, amiről ti még nem tudtok, és nem tudom, hogy ebből a videóból fogjátok-e megtudni, de megvan a vágom, surprise, surprise, és vele fogok ma... Megvan. Vele fogok ma találkozni, és többször beszéltünk már egyébként FaceTime-on is, és nyilván egy csomót írtunk már, de most fogunk először élőbe találkozni, megpróbáljuk megtervezni az augusztust, hogy hogy fog kinézni a hónap hátra levő része. Ebben a fél hónapban körülbelül próbálunk összeszokni, megbeszélni, hogy hogy veszem fel a videókat, hogy küldöm el neki, mikor, mennyit, stb. Mindegy, ezek igazából ilyen tök uncsi dolgok lesznek, és nagyon izgi, nagyon várom már. Nagyon-nagyon nehéz volt egyébként dönteni. Több héten keresztül húzódott egyébként ez az egész, és ezt elmondtam a lányoknak is egyébként, az 5 döntősnek, hogy döntősnek, mint valami tehetségkutató, értitek, hogy miről beszélek. Amikor elküldték a videókat, még akkor se tudtam, hogy mi alapján fogok dönteni. Mindenki annyira ügyes volt, és mindenkit annyira bírtam, és valahogy elkezdtem így kötődni hozzájuk, és tök jókat beszélgettünk, mindenki nagyon szuperül megvágta a videót, úgyhogy igazából lehet, hogy ez hülyén fog hangzani, de az utolsó végleges döntés az szerintem megérzés alapján jött létre, de úgy érzem, hogy jól döntöttem. Remélem, hogy fogjátok szeretni a videókat, aztán induljunk el haza már. Most már kezd elegem lenni ebből a kocsikázásból, meg mindenből, úgyhogy... És meleg is van. Tudom, ezt mindig elmondom, de... Meleg van! 5 hours later. Woohoo! Kitettem az új videót, most körülbelül 1/2 órája ment el Barbie. Dumcsisztunk egyet, átbeszéltük, hogy mit hogy szeretnék, ötleteltünk egy kicsit, és alakulnak a dolgok. Kicsit később majd beszélni fogok még erről, vagyis igazából róla. Nézem közben, hogy hogy megy a videó, nagyon kíváncsi vagyok. Biztosan meg fogjátok kérdezni kommentrészekben, hogy ezt a vágó vágta-e már, mert minden egyes videónál megkérdeztétek azóta, hogy kiraktam a vágókeresős videót. Ezt csak így gyorsan gondoltam, beszúrom, megyek kilovagolni, utána nem is tudom, hogy mit fogok még ma csinálni. Most egy kicsit még lapozom a megjegyzéseket, kommenteket. Utána majd jelentkezek, hogyha van valami izgi. Az van, hogy nagyon nagy sütésbe vagyok, ugyanis aszalt almát csinálok jelenleg, egyébként pedig van egy csomó gyümölcsünk, amit szeretnék aszalni ilyen egészséges nasinak igazából, és nem volt itt venni, ami tele van tolva cukorral, úgyhogy most éppen ezt csinálom, de olyan káosz van a konyhában, hogy nem vagyok hajlandó nektek megmutatni, hogy hogy néz ki, úgyhogy amikor felpakoltam az összes almát, akkor megmutatom, hogy hogy néz ki.
the next day. Hello mindenki, Rebecca a gardróbból jelentkezik. Most fejeztem be a videózást. Tudjátok, milyen fárasztó, amikor egy videó alatt annyira koncentrálsz, hogy helyesen beszélj és érthető legyen, amit mondasz, hogy amikor befejezed, elfelejtesz beszélni. És semmit nem tudsz normálisan elmondani, ez történik a vlogokban. Elkészültem, nyári youtuber setup körülbelül így néz ki. Nem tudom, emlékeztek-e ez az ASOS-os felső, ez volt rajtam ma videózásnál. Mindjárt öltözök át, mert nem szeretnék ilyen felsőbe elindulni, ugyanis megyek Biatorbágyra, szeretnék venni pár dolgot. Van egy sportcipőm, amit nagyon szeretek, viszont szánalmasan régóta van meg, és csak azt használom. Konkrétan rájöttem egy olyan két hete, amikor ki kellett dobjam az egyik sportcipőmet, hogy egy darab maradt, és azt az egyet használom utcai cipőnek is, hogyha sportcipőt akarok felvenni, és a lovardába is abba járok, ami nem egy célszerű párosítás. Úgyhogy ki akarok menni Biatorbágyra körbenézni, meg ilyen nagyon alap dolgokat kell vennem, szeretnék venni melltartót, bugyit, zoknit, meg ilyen hülyeségeket, és arra gondoltam, hogy ma egy tökéletes nap van rá, ráadásul videóztam is, úgyhogy egész jól nézek ki, fogjuk rá. Ez a helyzet, fel fogom kötni a hajam, mert valahogy nagyon-nagyon nem érzem. Gyorsan átöltözöm, és utána jelentkezem nektek a fejleményekkel. Ettem pár falat pufrist, azt azért viszem még magammal, és most már megindulok. Megnézem, és kell maszk. Jó, hogy ki vagyok sminkelve, ugyebár. És valamit akartam még mondani, de azt elfelejtettem, úgyhogy majd menet közben, hát ha eszembe jut. Megjöttem. Sokkal többen vannak, mint terveztem. Így jártam. Mindjárt felkapom szerintem már itt kint a maszkot. Valamiért ez egy ilyen biztonságosabb érzés. Az az igazság, most ez hülyén fog hangzani, nagyon szeretem, amikor odajöttök hozzám, de amikor ilyen alapbevásárlást csinálok, akkor annyira szeretek egyedül lenni. Úgyhogy szerintem mindjárt kiszállok, és már most felkapom a maszkot, és csendes magányomban elvásárolgatok, és kielvezem. Ahogy megvan az első szatyrom, jelentkezem nektek. Haladunk. Már van kettő. Csinálhatnék úgy, mint aki nem élvezi, és teher, de hazudnék, úgyhogy. Nyilván, ahogy elővettem a kamerát, eláll az eső, olyan szinten szakadt le az ég, hogy szerintem simán hajat moshattam volna. Most már csak ilyen picit esik. De őszintén megmondom, hogy az egyik percben ilyen, utána meg szörnyű, úgyhogy lehet, hogy még látni is fogjátok. Végig rajtam voltam az, úgyhogy a nózimról lejött az alapozó. Egy kicsikét, úgyhogy most már kezdek éhes lenni, meg őszintén megmondom, megfáradtam. Nagyon sok mindent vettem, nagyon kellett már. Úgyhogy menjünk haza, együnk, lovagoljunk, tornázzunk. Aztán körülbelül elég a mai napból. Nagyon szörnyen nézek ki, ugyanis egy nagyon kicsikét elaludtam. 3 vagy 4 órát át nem. Azt hiszem 2-kor feküdtem le, és 6:30-kor felkeltem. Úgyhogy nem aludtam olyan sokat, eddig egész jól voltam, viszont egy 1/4 órát 20 percet bealudtam. Olyan jól esett, hogy elmondani nem tudom. És gondoltam, hogy akkor térjünk vissza a lényeghez, és megmutatom, hogy miket vettem. Az egyik az ez a póló, ami egy Lagerfeld póló, és nagyon régóta szerettem volna egy ilyet. Nagyon jó áron volt, azt hiszem, hogy ez benne volt a 70%-os akcióban. Úgyhogy ezzel ilyen jól jártunk. Van itt egy zoknikánk is, ami párban érkezett, viszont a feketén van egy kis mintánk is. Van egy ilyen cipőkém, ez Geox. Baromi jól néz ki szerintem. Nagyon-nagyon variálható, úgyhogy szerintem ez a mai nap csúcspontja. Van egy új papucskám, fehér papucsot. Nem tudjátok, hogy milyen régóta szeretnék. Vettem egy új sportcipőt. Nagyon kellett. Az a baj, hogy nem igazán értitek, nem látjátok nap mint nap a ruhatáramat, de amiket ma vettem, azok nagyon kellettek, úgyhogy konkrétan életmentőek. 5 millió zokni, 2 teljesen titok zokni, és a többi az ilyen, tudjátok, ez a sportcipő zokni. Nagyon sok bugyi,
és vettem egy új melltartót, ami pánt nélküli, vagy legalábbis lecsatolható pántos, úgyhogy igazából ennyi volt a mai vásárlásom. Nem vettem olyan sok mindent, de amiket vettem, azokra nagyon szükségem volt. És az az igazság, hogy meg vagyok elégedve nagyon a mai nappal. Na, sziasztok! Ebben a vlogban eléggé csapongottam, és nagyon régiek is egyébként az anyagok, viszont megjöttek, képzeljétek el, a vérvizsgálatos eredményeim, és nagyon érdekes dolgokat olvastam benne, ugyanis a vérvétel szerint semmi bajom, ami fura, ugyanis egy darab ételallergiára se jelzett, de a lényeg az, hogy mondta a dokim, hogy ha teljes mértékben követtem a diétát, akkor nem fog semmit mutatni a vérvizsgálat, viszont tisztában voltam vele, hogy a vizsgálat előtt, amikor mentem héten, többször is voltunk bent a városba kajálni, haza is rendeltünk, és ha egészen őszinte akarok lenni, akkor többször is ettem olyan dolgokat, amire allergiás vagyok, és semmit sem mutatott, de a legkisebb eltérést se jelezte a vérvétel, ami egy kicsit fura, úgyhogy ahogy lehetőségem lesz hazamenni, akkor fogok menni a dokimhoz és társalgunk egyet, de érdekes, úgyhogy amúgy nem is tudom, melyik videómban mondtam már, de panaszkodtam nektek arról, hogy gombócérzet van a torkomba, és hála az égnek ez egyébként elmúlt, a pajzsmirigyemmel elvileg semmi probléma, semmivel semmi probléma. Édesanyja mondta, hogy a vérvételem alapján az derült csak ki, hogy hisztis vagyok és nyavajgok. Így belegondolva tényleg tök, és amúgy látni, mert esküszöm, hogy éreztem, hogy valami nem oké. De ennek ellenére nem mutat semmit, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi miatt érezhettem magam rosszul, vagy nem tudom, értitek, hogy mit akarok mondani. Ettől függetlenül természetesen ezután is az allergiáim szerint fogok kajálni, továbbra sem fogom enni glutént, tejet és tojást. Érdekes dolog amúgy az emberi szervezet, időnként rájövök és mindig újra ráeszmélek. Csak ezzel beszerettem volna még nektek ide hoppanni igazából, és egy kicsit kaotikus lett ez a videó, mostanában elmaradt a vlogolás, az az igazság, hogy jelenleg, amikor ezt a kiköszönést felveszem nektek, elég szörnyű a helyzet itthon a házban, ugyanis fürdőt újítunk fel, és minden egyes nap a fúrás megy. Iszonyat nagy por, iszonyat nagy rendetlenség, de lassan ennek is vége van. Ez idő alatt egyébként igyekszünk nektek ugyanúgy pakolni ki a videókat, hogy szinte semmit ne vegyetek észre belőle. Jaj, egyébként itt van még mellettem a szülinapi virágom. Nagyon király szülinapom volt, nem hiszem, hogy erről beszéltem nektek itt YouTube-on, talán nem. Bence, inkább úgy mondom, hogy édesanyáik összefogtak Bencével, és Bence titokba tartotta, és édesanyáik feljöttek meglepni, úgyhogy a szülinapomon elmentünk négyen együtt kajálni. Nagyon jó volt. Annyira telettem magam, hogy azt hittem, hogy meghalok igazából, de nagyon-nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam, nagyon meglepődtem, nem tudom, hogy tudta titokba tartani, de nagyon meglepődtem. Úgyhogy, jó! És még egy valami, Bencétől megkaptam a Cheyenne Pizsi szettet, úgyhogy aki látta az Alice videómat, az tudja, hogy mondtam benne, hogy nagyon-nagyon régóta szeretnék egy szaténper Cheyenne Pizsama szettet, és Bence vett nekem egy Cheyenne Pizsama szettet, úgyhogy azóta majdnem minden nap abba aludtam, ráadásul nagyon szép sötétkék, úgyhogy tényleg nagyon király szülinapom volt. Ha valami eszembe jut, amit még mesélni szeretnék róla, akkor azt elmondom. Egyébként itt egy kép, ezt kiraktam Instára, ennyire gyönyörű csokrot kaptam, úgyhogy ha nem láttátok azt a képet, akkor csekkoljátok le az Instámon és dobjatok rá nekem egy lájkot. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, aki felköszöntött, és köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van leírásban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!